A gyulai Dirty Slippers 2005-ben alakult. A szerencse hamar a fiúkra mosolygott, hiszen rövid időn belül már a Petőfi csarnokban adhattak koncertet. A srácok azóta többek között turnéztak a Heaven Street 7-nel, Jamie Winchesterrel, a Magna Cum Laude-val. 2008-ban jelent meg első lemezük Dirty Slippers néven. Hát szép jó reggelt kívánok! Szép jó reggelt! Mit kell tudni erről a zenéről? Hát igazából annyit, hogy megpróbáljuk a nagy magyar elődöknek, a Republiknak, az Illésnek, az LGT-nek és Zoránnak, ezeknek a művészeknek a munkásságát folytatni. És szeretnénk azt, hogy Magyarországon ez a pop-rock zene, ez a rádióbarát és tévébarát rock zene olyan legyen, ami ennek az emberek is szeretnék. Aminek tartalma is van, mert ugye a szövegeknek is értelmük van és sugároznak. Mit szeretnének átadni? Fiatal generációról van szó. Egyrészt a zene szeretetét. Azt hiszem, hogy nagyon fontos a mai világban, hogy felhívjuk akár nálunk fiatalabb generáció figyelmét is az élő zenére. Ez talán mondhatjuk azt, hogy sikerül is mostanság, illetve egy pozitív életérzést, a szórakoztatást. Igazából ez a legnagyobb cél a zenénkkel. És most jelent meg az új lemez. Erről mit kell tudni? Így van, hát úgy néz ki, hogy most márciusban fog megjelenni, mert tényleg most már egy ilyen jó másfél éve húzódik a procedúra. Készítettünk még egy dal, Te vagy a fény címmel az új lemezre, és így lett, úgy érezzük, hogy így lett a legkomplettebb ez az új lemez, és amint már mondottam, kb. Márciusban meg fog jelenni. A lemezről annyit így előjáróban, hogy az Egyesült Államokban készítettük el tavaly előtt nyáron. Kaptunk egy nagyon, nagyon kellemes, nagyon nagy örömet okozó meghívást egy clevelandi lemezkiadótól, illetve annak a lemezkiadónak a vezetőjétől, és így majdnem egy hónapot töltettünk kint stúdiózással Amerikában, ami hatalmas élmény volt. Ez hogyan sikerült elérni? A zenekarnak volt az első lemezén egy száma, ha jól tudom, a Frontot járt katona. Frontot járt katona, és ez lett kiküldve promóciós céllal több helyre, és ez a clevelandi kiadó volt az, aki erre így reagált. És ugye természetesen ma nem csak minden a tehetségem múlik, hiszen jó reklámnak is kell lennie. Én arra is kíváncsi lennék, hogy azok, akik például nem tehetségkutató versenyeken futnak be, azok milyen nehézségekkel kell, hogy szembenézzenek ma, ha egy jó lemezt akarnak csinálni, és tehetségesek természetesen. Ez nagyon nehéz és egy hosszú folyamat. Tehát a Dirty Slippers is már 6 éve csinálja a kis maga útját, és nagyon fontos szerintem az, hogy az embernek kitartása legyen hozzá, merjen hinni az álmaiban, és az, hogy ne a jelenlegi magyar valóságban, ami nem tudom, az elmúlt 10 évben jellemezte a magyarokat, hogy nem nagyon mernek hinni az álmaiban, nem nagyon merik megvalósítani magukat, igazán magukat adni. Mi ezt szeretnénk, és úgy gondoljuk, hogy merünk hinni ezekben a dolgokban, amiket megálmodtunk gyerekkorunkban, és például a Republic turnén ez most össze is jött, gyakorlatilag 2 éves korunk óta szerettünk volna velük játszani, és most meghívtak minket egy ilyen sportcsarnok körútra, aminek nagyon örültünk, és tényleg ezt tudjuk mondani a fiatal zenészeknek, akik nálunk is fiatalabbak, hogy higgyenek benne, és erővel, és keményen kell csinálni. És hogyan sikerült találkozni a Republikkal, az ismerkedésre gondolok, mert azért biztosan ez nem egyik napról a másikra jött ez a meghívás sem, mert hogy munka van mögötte. Így van. Én tavaly Gyulán egy rendezvényen találkoztam a menedzserükkel, és átadtam neki az akkor megjelent Élned kell kislemezünket, amit több rádió is játszott tőlünk, meg talán azt tette egy kicsit így országosan ismertebbé a zenekart, és akkor a Miklósnak átadtam ezt a CD-t, amire nagy hallgatás volt természetesen a válasz, mert tehát rengeteg ilyen CD-t kapnak. És most nyáron Eleken egy városi rendezvényen találkoztunk egy fesztiválon, és ott kialakult egy ilyen barátság, egy ilyen kölcsönös tisztelet is, hogy mondjam. Ott érkezett meg a felkérés arra, hogy menjünk eléjük játszani. Így van, Budapestre, illetve az Alaegerszegre, úgyhogy ezeken túl vagyunk. És jól is sikerült, csak úgy, mint a 2009-es évük, ahol 50 koncertjük volt, 50 állomáson. Így van. Ez így is van. Egy átfogó év volt. Igen, szerintem egy rockzenekarnál nagyon fontos dolog az, hogy minél többet játszunk, minél több emberhez eljutassuk a zenénket, nem csak a CD-ken keresztül, hanem élőben is azt a varást, amit így szeretnénk átnyújtani a lányoknak, fiúknak. Tehát szeretünk mindenkihez eljutni. Ha van egy olyan város, mondjuk Győr, vagy Miskolc, vagy Nyíregyháza, vagy Nyírbátor, ahova hívják a zenekart, akkor mindig úgy próbálunk megegyezni az olyan ottani klubokkal, rendezvényekkel, hogy összejöjjön a fellépés, és mindenkinek örömet tudjunk ezzel okozni.
Kik azok, akik szeretik a zenéjüket? Itt a fiatal lányokat és fiúkat említette, de gondolkodnak ezen túl? Az érettebb korosztályon például. Így van. Például az új dalunk, a Te vagy a fény, az így koncerteken hatalmas és nagyon pozitív visszajelzéseket kap, aminek nagyon örülünk, mert most a Republik közös koncerteken ez egy kicsit így a közönségünk egy kicsit kinyílt. Tehát azt láttuk, hogy eddig olyan 18 és 30 között mozgott, akik jártak a koncertjeinkre, most pedig ott vannak a 12 évesek is, meg a 60 évesek is, ami hatalmas megtiszteltetés, mert egy próbatétel a zenekarnak, hogy vajon mit tudunk ebből kihozni, és hál' Istennek csupa jó dolgot tudok mondani róla. Hát köszönöm szépen Nyári Zoltánnak és Lobó Szalóki Lázárnak, hogy vendégünk volt. Most a játékunk sorsolása következik. Megfejtésünk Ady Endre volt, aki 1919. január 27-én hunyt el. És akkor nézzük a nyereményeinket. Litovszky Mária budapesti nézőnk Koltai Gábor István a király című emlékkönyvét nyerte, a MotoGP Storik könyvet özvegy Nyere Józsefnénak küldjük Bakony Szent Lászlóra, és még van két ajándékunk, Joha Károly bronzérmes győztesek című könyve Tési Tibor budapesti kedves nézőnk nyerte, és Vitéz Miklós történelmi könyvét Máté Imrénének küldjük szintén Budapestre. Természetesen holnap is lesz 6-tól 8-ig. Nézzük a témákat. 2011 az önkéntesség éve, hogyan működhet szervezetten az önkéntesség. Erről is kérdezzük majd az Önkéntes Központ Alapítvány képviselőjét. Média szemét és ifjúságvédelem vitára várjuk Stágel Bencét, az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség, és Oroszvári Pétert, a Societas baloldali ifjúsági mozgalom alelnökeit. A Sport Express vendége Szőnyi Ferenc ultramaratonista futó lesz. Újévi koncert után 5 millió forintot ajánlott fel az iszapkárosultak számára. Mága Zoltán, ő is a vendégünk lesz. Köszönöm figyelmüket, szép napot kívánok a viszontlátásra!